csütörtöket mondok? Darabom tulajdonképpeni tárgya, egy őrült kellékes elnyújtott órája. De hogy ne húzzuk egymás idejét, idegét, indíthatjuk is a kezdőzenét. Egyszer így kevesebb pénz jutott a színházra. És amikor kevés pénz van, akkor a kellékes kitalálja, hogy valamit más csinál helyette, ezért nekiálltam a darabokról írni. Próbáltam 3 hónapig titokba, és ha nem sikerült volna, tehát ha nem éreztem volna azt, hogy ezzel most már ki lehet állni, akkor nem lett volna belőle semmi, de mindegy. Egy pár embernek megmutattam először, és utána azt mondták, hogy még ha egy picit próbálom, akkor ebből akármi is lehet. Mit mondjak? Meglepődött, mikor bekopogtam hozzá az öltözőbe, zavartam, hogy most nem kell neki. Én meg, hogy de a drága művész úr, múltkor annyira tetszetett kell lenni. És az igazi kellékesek nem felejtik ott a kellékeiket. Néha így belém jött, hogy milyen hülye vagyok én, miért akarok én kiállni, mikor nem ez a szakmám, és igazából a kellékezés ez egy picivel még profibb vagyok, de mindegy. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen. Adjon úgy is, ha nem kérem. Ugye úgy jelentkeztem a fesztiválra, hogy nincs vesztenivalóm. Mi bajom lehet? És úgy jött az első mondat, a válaszlevél, hogy nem mondom, jó van, ez elutasítottak. Aztán valahogy mégiscsak azt volt a mondat végén, hogy igen, és beválogattuk. Akkor nagyon, nagyon nagy örömért, majdnem összetörtem a laptopomat, de a szerencsére nem törtem össze, ezért tovább tudom írni az életemet. Lassan kell szokni a sötétséget, de lassan mindent meg lehet szokni. A remetének elhiheti. Mi a sztori, hogy akkor most ez vagy az, és rá kellettem, hogy itt nincs sztori hagyománya, vagy ahogy mi értjük, és ahogy erről beszélni, meg írni szoktunk, itt valami más van. És ezen a nyomon indultam el, és úgy próbáltam felfejteni a darab egyes rétegeit, és ez nagyon nagy kaland volt. Előtte 48 órával kaptam egy instrukciólapot, a szerző által megírt instrukciólapot, hogy mit tudom, én most mondok párat, hogy a szövegnek el kell hangoznia, az egész műnek el kell hangoznia. Mit tudom én, ha ilyet látsz, hogy 3 pont, akkor tarts el egy kis szünetet, mert várj meg a nézők reakcióját. Még misztikusabbá tette ez az egész, hogy egy random létre ott van, 2 pohár víz, tehát hogy meg egy szék, tehát hogy mi lesz, és a szöveg, ott kaptam meg a nézők előtt. A legnagyobb félelmem az volt, hogy mivel ennek nincs hagyománya nálunk, hogy vajon mi történik, hogyha tényleg az előadás alatt a nézők lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a játékban, hogy fog-e valaki jelentkezni. Mi nagyon szerettük volna, hogyha helyi színész mutatkozik meg a darabban. Küldtünk egy több névből álló listát, és a teáteresek választották a Balást. Mi megörültünk neki, hiszen ő bele az Átrium nézői is találkoztak, tehát van kapcsolódási pont. Én nem tudtam, hogy hogyan készüljek fel, mert nem tudtam, hogy mi lesz, és effektíve a várakozás volt, tehát egy töltetlen várakozás volt. Ahány egyéniség, annyiféle érvényes megnyilatkozási módja van ennek a darabnak. Mindenféle ilyen eszköz így lehullott, tehát nem volt semmi, tényleg csak az, ami kellett. Tehát, hogy és ebben az a szép, hogy aki ezt csinálja, az általában önazonos. Mi vagyunk az öreg. Együtt. Mi vagyunk a tünet. Tünet. Együttes. A tünet együttes. Igen. The symptoms. Symptoms. Angolul. Ja. Végig gondoljuk azt, hogy hol tart most a társulat, hova megy, csináljuk, miért csináljuk azt, amit csinálunk,
feldolgozzuk valahogy a múltunkat és a jelenünket, és egy picit elgondolkozzunk a jövőnkön. A Tünet Együttesnek a stílusába beletartozik, hogy mindig személyes problémákból, meg személyes történetekből indulunk ki. Úgyhogy ez a fajta feldolgozás, ez nálunk már, hát azt nem mondom, hogy rutin, mert az nem szép szó erre, de hogy egy bevett szokás. 92-ben lediplomázok, és PhD hallgató leszek, és elkezdek tanítani a Műszaki Egyetemen matematikát, meg algoritmus elméletet. Egyébként a mai napig tanítok. Cím utal arra, hogy egyrészt, hogy magunkról beszélünk, de magunkon keresztül azt gondolom, hogy az országnak a tünetegyütteséről beszélünk, és önmagunkon ezért túlmutat. Tehát egyrészt a saját személyes példánkon keresztül beszélünk, de általánosan. Próbák sokszor átcsaptak nosztalgiázásba, sőt feldolgozásba, úgy, hogy észre se vettük. Tehát ugye bemegyünk, kísérletezzük, keressük a jelenetek működését, és azt vettük észre, hogy 3 órája ülünk, és beszélgetünk, nem is beszélgetünk, mert annál valahogy sokkal emocionálisabb volt a dolog. Hát mindenkiből nagyon sok minden felszakadt. Nagyon csend van. Nyíregyházán ez nem így volt. Tünet pozitív. Egyébként tökre vannak mostanában is nem sikereink. A sírásunkban is valahol azért ott a humor is, tehát hogy tudjunk nevetni magunkon, vagy talán így lehet elviselni azt az egészet leginkább. Nagyon szeretünk önmagunkat is valahogy ki elemezni, kifigurázni, önmagunk nyomorúságán is, nem tudom, röhögni, és ezt kínáljuk föl, azt hiszem, a nézőnek is.